srácok, itt vagyunk Prágában, de hogyha valaki követte a Facebookot, azt már tudhatja, de miért. Na vajon? Presti, Prága városában megtartotta a Nintendo, vagy most tartja, a Nintendo Switch-nek egy ilyen megjelenés előtti kis eventjét, amire minket meghívtak. Csak minket, senki vagyunk, más. Senki más, tehát senki nagyon lesz a videóban. Igen, egyedül fogunk kipróbálni minden játékot, ami aztán ilyen 7-8-9 játék van itt. Nyilván a launch címek itt vannak. És még azon még egy-két dolog. Hogyha van Street Fighter, akkor az lehet, hogy érdekes lesz. Kedves kollégám, Bíró Norbi, hogyha nem úgy tudjátok, akkor... Valaminek az elnöke vagyunk, valami egyes fighting game, ilyen hát nyomogatni kell a gombokat, aztán... Igen. Tehát ilyesmi lesz. Ti, nem tudom, most egy fél hét múlva próbálhatjátok ki először a Switch-et, akkor jelenik meg. Esetleg találkozhatok a G2 Caféban, a launch bulinkon. Érdemes lenne harmadikán benézni az árnyékot. Ja. De nézzük, hogy milyenek a játékok, aztán elmondjuk a véleményünket, vagy hát én. Valamilyen. Biztos. Durván 4-5 órát tudtunk ott lenni a rendezvényen, amíg elindult vissza a vonatunk, de kezdjük akkor magával a konzollal. A technikai leírásait megtaláljátok bárhol az interneten, mekkora kijelző, milyen proci van benne, stb. Én inkább arról beszélnék, hogy milyen volt használni. Először ilyen motion controlleres formában volt szerencsénk az ARMS játékkal kipróbálni, hogy gyakorlatilag csak boxolni kellett, kicsit hasonlított egyébként a Wii Boxra, vagy Wii Sportsban a boxjátékra, kinyújtottad előre a kezedet, akkor ütött egyet a karakter, nyilván ez egy kicsit spékelve azzal, hogy különleges képességeid vannak, meg védekezni tudsz, meg tudod cserélgetni a karakterednek a kezét, hogy milyen ütéseket, ezt majd az ARMS résznél. Én azt vettem észre, hogy viszonylag egyébként a kontrollernek ez a motion működése, ez továbbra is jól működik, nem szükséges most már ez a Wii, nem is tudom, light bar, vagy minek hívták ezt régen, ami ugye érzékeli, megye nélkül is, viszont már itt is föltűnt, hogy a Joy-Conok borzasztóan picik. Tehát amikor kézbe veszed a Joy-Conokat, akkor egy pillanatig nem tudod, hogy fogd meg, hogy nem nyom meg a gombokat, amik egyébként borzasztóan aprók, de egy-két perc után úgy belejössz, és egy olyan játéknál, mint az ARMS, tökéletesen élvezhető és jól működik. Utána volt olyan játék is, ahol nem két Joy-Connal játszottunk, hanem egyet-egyet kaptunk meg, és úgy kellett multiplayerezni. Ezek általában 1-2 Switch játékok voltak. Itt azt mondom, hogy érződik az, ez is ugye ilyen motion controlleres volt inkább, tehát úgy fogtad a kontrollert, mint hogyha egy pisztolynak a markolatát fognád, nem pedig úgy, mint hogyha játszanál az analóggal. De szerintem ez érthető. Ezeknél is inkább csak ilyen kis gimmicknek érződött, tehát nem érezted úgy, hogy egy igazi nagy játékélményt erre föl tudnak építeni. Valószínűleg ez nem is lesz így. Nyilván a Zelda is, a Splatoon is, a Mario Kart is mind használták ugye mind a két Joy-Cont egyszerre. Volt ugye emiatt esélyünk kipróbálni úgy a Joy-Conokat, hogy a Power Gripre rárakva, ami ugye kiadott egy sima kontrollert, illetve úgy, hogy magán a tablet kijelző részén a kontrollernek, a konzolnak volt a két Joy-Con rárakva. Először beszéljünk a grippes részről, és utána végén rátérek arra, hogy egy kontrollert magába használni irányításra. A grippes résznél igazából nem tudod nagyon megmondani, hogy bármilyen más kontrollertől nagyon eltérne. Igazából az egyetlen észrevehető része az nem az analóg karok, és nem is az ilyen shoulder buttonok, meg ilyesmi, hanem a sima kis gombok, az ABC stb. Gombot, vagy XY. Azoknál érzed azt, hogy valószínűleg japán gyerek kezekre lett ez méretezve, nekünk így borzasztóan fura volt és apró, úgyhogy nem tudom, aki ilyen core játékokat akar játszani ezen a Switch-en, az mindenképpen szerezzen be majd egy Pro Controllert, mert ég és föld a különbség. Tehát ez a Pro Controller, az tényleg egy Pro Controller. Ezek a Joy-Conok, ezek meg a casual kontrollerek, vagy minek mondjam. De menjünk tovább. Ugye volt szerencsénk a tablet részre rárakva a Joy-Conokat használni. Ennél én azt mondom, hogy elmegy. Nem tudom nektek megmondani, hogy ezt ki tervezte úgy, hogy ez hordozható legyen, mert nyilván a Switch az áramban kitalálva, hogy hordozható legyen. Akkor a tőle a tablet, mert maga a tablet rész, hogyha nincs rajta a Joy-Con, azt még azt mondom, hogy rendben van, tehát zsebre lehet vágni, vagy szépen befér egy táskába, de a Joy-Controllerekkel ki is lógnak egy picit, már nem az a hordozható kategória. Nyilván jól működnek, tehát több, mint hogyha egy telefonon matatnál a kijelzőn, sokkal-sokkal több, de a hordozhatóságát nagyon elrontja.
Nyilván le tudod róla szedni, és külön tárolni, hát de nem félsz, hogy elveszed, akkor ez egy működőképes dolog lett. Én nem látom magam előtt, hogy ez nagyon sok mindenkit így mozgatni fog, emiatt a faktor miatt. És végül ugye voltak játékok, amik egy Joy-Controllert használtak, de nem motionbe, tehát ütni kellett vele, vagy lőni, vagy ilyesmi, hanem rendesen az analóg kart mozgásra, a gombokat pedig valamilyen akcióra kiosztva. Ott helyben, ha jól emlékszem, kettő ilyen játék volt, a Bomberman, a Super Bomberman R, illetve a Snipper Clips. Egy nagyon fura érzés volt játszani velük, mert úgy érezted, mint hogyha ilyen TikTok cukorkákkal akarnál játszani. Mert annyira apró volt, két kézbe belefogni ezt az apró Joy-Cont, a gombok nagyon könnyen benyomódnak, tehát én azt vettem észre, hogyha ráfogsz akárhogy, és rá akarod rakni az ujjaidat a gombokra, hogy ugye majd használnád, ahogy egyébként tartanád egy kontrollerem, a gombok borzasztóan egyszerűen benyomódnak. Tehát kicsit óvatosan, kicsit kimérten kell játszani vele, ami pedig nyilván egy ilyen elveszel a játék élményben, helyzetben nem segít. Tehát, hogy az, hogy ennyire oda kell figyelni a kontrollerre, az fura, és nagyon könnyű a kontroller, nagyon olcsónak érződik. Nyilván nem egyébként az anyagminősége annyira nincsen baj, csak tényleg amiatt, hogy iszonyatosan könnyű, iszonyatosan pici, úgy félsz, hogy történik vele valami, hogy eltöröd. Illetve ugye a Joy-Conoknál meg kell említeni, hogy van benne egy ilyen nagyon precíz rezgési motor, amit egy játéknál tudtunk igazán kihasználni, ez egy ilyen egy-kettő switches játék volt, de azt kell mondjam, amit a Nintendo így magyarázott a konferencián, hogy meg tudod nézni, hogy hány jégkocka van a pohárban, meg ilyesmi, ez tényleg működik. Tehát tényleg a játékban úgy érezted, hogy valami van a kontrollerben, több valami egymáshoz csapódnak, a kontroller több pontján, én nem tudom ezt a végén, hogy értékel ezt az effektet, nem is tudom, hogy ezt mire fogják használni, úgy azon kívül, hogy van pár ilyen játék, hogy nézd meg, mi van a kontrollerben, de borzasztóan precíz, és tényleg úgy működik, ahogy azt bejelentették. Ezen egyébként én csodálkoztam. De akkor lépjünk át magára a kijelzőre, ahogy hogy fut, stb. Nyilván nem kaptunk egy switchet, hogy járjunk vele a városba és próbálgassuk, hanem ott helybe tudtunk kipróbálgatni mindent úgy, hogy vastag szalaggal oda volt kötve ugye a kioszkhoz, és ugye nyilván nem is a legtöbb helyen ez a tabletes móka volt, hanem pro-kontrollerek voltak, illetve csak a Joy-Conok, máshol mindenhol üvegbúra alatt volt. Könnyű, nagyon könnyű a Switch, és mondták, hogy a kijelző nem rossz, ez kicsit játéka válogatja. Tehát a Zeldánál úgy érződött, hogy kicsit elmosódott, kicsit nem igazán van a toppon, viszont a Splatoon 2-nél meg a színek, a látvány, az élek, minden lepattant a kijelzőre, tehát borzasztóan jól nézett ki. Legalábbis az én esetemben, amikor játszottam vele. Nagyon más nem lehet róla elmondani, nyilván nem tudtuk hordozgatni, meg nagyon kézbe fogni, mert mondom, mindenhol le volt szíjazva, meg ilyesmi. Például a Joy-Conokat ki se tudtuk próbálni, hogy leszedjük a kijelzőnek az oldaláról, mert nem így volt kialakítva. Viszont a Snipper Clipsnél le volt ugye rakva a kis konzol elénk, úgy, ahogy mondjuk játszani a haverokkal valahol ilyen portable módban, és viszonylag jól lehetett használni, tehát jól le tudtál elé ülni, jól rá lehetett látni, tehát ilyesmilyen nem volt probléma, jó fényereje volt, tehát én azt mondom, hogy valószínűleg napfényben is nem lesz ezzel gond. Itt is ugye az a kérdés, hogy mennyit kérnek ezért el, mert hát nyilván a hardware speket bárki el tudja olvasni, hát erre még visszatérünk a végén. De akkor a játékok, mert nyilván nem azért veszel konzolt, hogy legyen konzol, hanem azért, hogy játsszál rajta, és egy 4, mennyit? 4, 6, 8, 9 játék volt ott helyileg, 10, bocsánat, csak a 10-et fel se írtam, mert nem volt értelme vele foglalkozni. De majd arra mindjárt egy szót. Az első játék, amit kipróbálhattunk, az ARMS volt, ez a boxolós játék, amit említettem az elején. Talán az egyik legjobb játék, ami ott volt helyileg. Az egyik, nem azt mondom, hogy a legjobb, mert volt kettő is, amit tudnék mondani, ami jobb volt. De meglepetésszerű volt, és rengeteg, nem is tudom, mélységet rejt valamennyire magában, mert ha megnézitek a felvételeket, akkor látszik, hogy ahogy ütünk, az ütést lehet kanyarítani, tehát hogy a levegőben ívbe repüljön, illetve elég sok mozgási lehetőség van ugrálva, kitérve, ezt kombinálva, védekezve, stb. Ott helyben a Nintendo-s kolléga, aki ugye bemutatta nekünk a játékot, ő felhozott egy olyat, hogy kicsit hasonlít a játék a kőpapír ollóra, már nem az, hogy véletlenszerű így kell játszani, hanem hogy van minden, ami üti a másikat. Tehát, hogy a sima ütéssel
nyilván tudsz ütni, de azt ki tudja védeni az ellenfél. A védekezés az nyilván jó a sima ütések ellen, de van dupla ütés, ami védhetetlen. Ezt ugye kitéréssel lehet kivédeni. De a kitérésnek utána tud ütni neked a másik játékos ilyen kanyarított ütéssel, és így tovább, és így tovább. Tehát így egy elég szép ilyen rendszer alakul ki, hogy mit, mire lehet counterelni, mint egy egyébként rendes fighting game-ben. Az alapján, amit ott játszottunk, kicsit olyan érzés volt, mint annó a Mario tenisz. Tehát ez a, hogyha sokan vagytok rá, és tényleg körbe tudjátok adni a kontrollert, akkor egy nagyon jó szórakozás lehet órákon keresztül. Viszont, hogyha mondjuk csak ketten vagytok rá, egyedül nem is tudom, hogy azt hogy lehet játszani, mert nyilván a single player részét azt ott nem demozhattuk, csak a multiplayert. Nem is tudom, hogy lesz a single player. Viszont a multiplayer két emberrel 3-4 kört tud szerintem megélni. Mert annyira azért nem kompetitív, annyira azért nincs nagy különbség a karakterek között, annyira azért nem változatos a játék, de arra az egy-két körre egyébként borzasztóan szórakoztató. Mert ugye be tudsz vinni ütéseket, levegőben tudsz kitérni, tehát ez egy izgalmas rész, és ugye amikor benyomod ezt a szuper kombót, amikor csak sorozod a másikat, azért az egy jó fun faktor, de mondom, ez is egy ilyen jó kis... Nem tech demo, annál azért több, de nem mondanám azt, hogy oda tenném egy core játéknak, mint mondjuk a Zelda. Na, de akkor menjünk tovább. A másik egyébként ugye játék, amivel játszhattunk egyből, az a One to Switchből volt 3 ilyen minigame. Ugye ez már a megjelenéskor ott lesz a konzolom. Ebből játszhattunk a western lövöldözős valami, amikor ugye leálltok egymással szembe, és lőni kell. Az egy-kettő Switchnek, One Two Switchnek az egész felépítése igazából arról szól, hogy a képernyőre nagyon nem is kell nézned, csak a végén, amikor kírja a score-t. Tehát a játék is elmondta, a kolléga is, aki ott Nintendo-tól ott volt, elmondta, hogy egymásra nézzetek játék közben, csak hallgassátok, hogy mi történik, vagy mire kell esetleg odafigyelni. A lövöldözésnél ugye annyi volt, hogy lent kellett tartani a Switch Joy-Cont, és föl kellett kapni olyan irányba, hogy mintha rálőnél az ellenfeledre. És lőni egyet nyilván. És ezt mérje a játék, hogy mennyire egyenesen lőttél, illetve hát az nagyon nem számít, csak annyi, hogy benne legyél egy tartományba, és lőni előbb, mint a másik. Egyébként ez is egy szórakoztató dolog, de kicsit ez is ilyen demodiszkes feelingnek érződött, hogy persze ez jó, de... Nyilván ez egy nagy egésznek az egyik szelete, és nyilván az 1-2 Switch az így is néz ki, mert van benne egy csomó ilyen minigame. Ez is egy ilyen szórakoztató dolog, de így lőttünk hármat egymással a Norbival, és így annyi is volt az élmény, mentünk tovább a következőre. A második ilyen One Two Switch játék a tejfejős valami volt. Hát én nem tudom, hogy ezeket hogy találják ki a Nintendónál, de le a kalappa, hogy másnap reggel fel tudnak kelni, és nincsen... iszonyatos fejfájásuk és hány ingerük, ha értitek, mire gondolok. Szóval igen, így húzogatni kell a tehénynek a tőgyét a levegőbe ilyen virtuálisan, és mindeközben ugye ne nézzétek a tévét, hanem egymást. Nagyon, nagyon jól ki van találva. Nem rejtez sok mélységet ez a játék. Lehet ügyesen csinálni, mert nyilván attól is függ, hogy hogy nyomod a gombot a húzáshoz, hogy nyomod a gombot az elengedéshez, stb. És milyen ritmusba csinálod a tőgynek a húzogatását, de nem fog ez senkit Switch vásárlásra kényszeríteni. A harmadik One Two Switch játék pedig ugye a legérdekesebb volt, ez az, ami demózta a kontrollernek ezt a rezgő motorját. Annyi volt a lényeg, hogy láttál a képernyőn magad előtt egy fadobozt, amiben voltak golyók. És amikor játszottál, akkor csak a fadobozt láttad, a golyókat nem, azt csak érezted a kontroller rezgésénél. Nagyon picit mozgattad, és érezted, hogy gurulnak a golyók a kontrollerben, ahogy csapódnak, egymáshoz érnek, stb. Mondom, ez volt az egyik legmeglepőbb dolog, hogy ez tényleg így működik, és tényleg ki tudod érezni a kontrollerből, hogy hány apró golyó gurul benne. Igen. Tudom, mire gondoltok, ez se egy olyan nagy játék, ez is inkább csak úgy ilyen, na, ezt is tudja, faszalát, akkor menjünk tovább. Egy-két ilyen körre poén, nyilván nincs nagy sikerélmény, nincs nagy lehengerlő végkifejlet, hanem csak annyi, hogy ki tudta eltalálni
és mentek a következő játékra. Ez volt a One Two Switch. Mondom, ez egy ilyen demo diszk-szerűség. Van rajta egy csomó játék, mindenfélét bemutat a konzollal kapcsolatban, el lehet vele játszani, de nem hiszem, hogy ezt évek múlva mindenki újra, meg újra elő fogja venni partikon akár. Ez inkább az, hogy megmutatni, hogy mire jó a Switch, miket lehet vele csinálni, aztán hogy tényleg ezzel fognak valamit kezdeni, fejlesztenek rá valami értelmes játékot. Ezekre a funkciókra azt meglátjuk. A harmadik játék, vagy hát igen, játék, amit ki tudtunk próbálni, az nem más volt, mint a Snipper Clips. Na most, aki ezzel nem találkozott, az nem csodálom, mert azért ennek nincs nagy hírverése. Ez gyakorlatilag egy ilyen full indie-szerű játéknak tűnik így első ránézésre. Ilyen logikai játék, minimál ilyen kicsit rajzoltas dizájnnal, és így nem mutat magából semmi többet. Tehát tényleg az, amit úgy érzel, hogy ezt ilyen Humble Bundle szélbe veszel belőle hármat, viszont borzasztóan jó a játék. Tehát az a lényege, hogy van két karakteretek, ezt nyilván co-op-ba kell játszani, van két karakteretek, és meg kell oldani egy feladványt. A feladványt úgy tudjátok megoldani, hogy a két karakter, ez a kis, nem is tudom, kúpos kocka, vagy minek hívják ezt, ki tudtok egymásból vágni szeleteket. És ezek alapján tudjátok a pályán megoldani a feladatot. Például hegyesre vágjátok egymást, ki tudjátok pukkasztani a Luffyt. Például kampusra vágjátok egymást, le tudtok húzni valamit a tetőről. Olyanra vágjátok egymást, hogy be tudtok nyúlni egy valamilyen doboz alá, vagy golyó alá, és akkor közösen eljuttatjátok a pálya másik végéig. Ilyen logikai feladatok voltak benne, és egyébként egy borzasztóan jó játék volt, talán ott ültünk a legtöbbet, kétszer újra is indítattuk, mert elbénáztuk, mert túl sokat gondolkodtunk rajta, meg én állítgattam a kamerát, ilyesmi. De mondom, egy full élvezetes dolog volt, tehát ez volt a legnagyobb meglepetés az egész konferencia, tehát ilyen bemutatón, ahol ott voltunk. Úgyhogy úgy vettem észre, hogy azt hiszem már ez a Snipper Clips is meg fog jelenni a megjelenéskor, tehát előre húzták, és ennek örülök, mert egyébként ez az a játék, amit minden Switch tulajdonos szerintem vegyen meg. Ugye egy-egy Joy-Connal tudjátok játszani, tehát nem is kell hozzá semmi más, csak amit hozzáadnak a konzol, és már tudtak multizni, és jól is működik, és élvezetes, és sok pálya van benne, tehát le a kalappal egy tényleg érdekes, innovatív játékot raktak össze. Must have cím a Switchnek, így első nap, én ezt tudom mondani. Aztán mentünk tovább. El fogok érni az Eldáig, ne aggódjatok. A következő játék, amit próbáltunk, az nem más volt, és ezt talán egy kalap alá venném a még egy pár játékkal, az a Mario Kart 8 Deluxe volt. Na most, ez nem más, mint Mario Kart 8 Deluxe. Ennyi. És ránézel, ha játszol vele, nem mondod meg, hogy ez nem a Mario Kart 8, nem érzed benne, hogy bármi különbség lenne, ugyanúgy jól mutat a Switch-en, mint a többi játék. Nyilván ezek a Nintendo-s látványvilágok, amiket ők szoktak használni a játékaikból, nem nagyon terheli meg a gépet, de mégis jól néznek ki, és szembarátak, és élvezett velük játszani. A Mario Kart 8-ról szerintem annó sokat beszéltem, nagyon-nagyon jó játék, jó, hogy kijött a Switch-re is, de ez egy újra kiadás, tehát a neve is ugyanaz nagyjából, tehát lehet érezni, hogy itt nem alkot semmi újat, semmi nagyot. Egy teljesen szolid cím a Switchhez, de nem vált meg senkit. Ugyanezt tudnám mondani egyébként a Splatoon 2-re, ami hát egy pillanat után elfelejtettem, hogy ez ott a kettes a neve mögött. Tehát pontosan ugyanúgy érződött a játék, mint az egy, pontosan ugyanúgy mentek a meccsek, nyilván volt új karakter, új kaszt, új fegyverekkel, de nem érződött meg, hogy ez egy content patchnél esetleg több lehetne. Nyilván, hogyha kijön a teljes játék, és nem csak egy ilyen multiplayer meccset tolunk le, ott lehet, hogy ki fog jönni single részen, multiplayer pályák, aztán mindenféle extra fegyver, felszerelés, stb. Kihívások, ilyesmiben, de ezt is azt tudom mondani, mint a Mario Kartnál. Ezt kiadták újra ugyanazt. Ez nem igazán ér ennél több szót. De nyilván emellett egyébként a Splatoon egy jó játék és szórakoztató, és kicsit innovatív is. Nem engedték még el ezt a motion-ös célzást benne, én azt annó is a Wii U-nál is kikapcsoltam, most ugye azzal játszottam, de egyébként szerintem teljesen egy ilyen megosztó dolog az emberek körében, és attól félek egyébként sok mindenkit egyébként eltántorít, annak ellenére, hogy ki lehet kapcsolni egy gombnyomással. Na, de beszéljünk akkor a Zeldáról, mert mindenki a Zeldáról akar hallani. Én vagyok ugye az, aki az RPG-ket annyira nem szívleli, tehát ismerhettek, hogy nem sok RPG-vel játszom, mert nem szeretem őket. Nagyon sokat kell beleölni, meg engem untat, meg a sok beszélgetős rész nem annyira köt le,
karakterfejleszgetés ilyen hosszú távon nekem annyira nem fog, meg nyilván ezt mondom úgy, hogy mindenki tudja rólam, hogy WoW mániás vagyok, ott nyilván a social aspect az így érdekesebb volt, viszont a Breath of the Wild meglepően meg tudott engem is fogni, tehát nem tántorított el annyira az se, hogy vannak ezek a beszélgetések, és akkor várunk egymásra, és a világ pedig nem mutatott sokat, mert egy 20 percet lehetett vele csak játszani, utána adni kellett tovább a kontrollert, de az alapján, amit láttam a világból, jó, nyilván nem néz ki jól, tehát ez a látványvilág, ez belet rá lőve. Én azt mondom, hogy annyira nem szemkápráztató, de nyilván van egy irány mögötte, amit a fejlesztők kitaláltak, és látom rajta, hogy nem ott csúszott el, hogy nem tudtak olyan nagy polygon countot a monsterekre fölvinni, hanem nyilván azt, hogy ezt akarták elérni, ezt a látványt. Azért vicces volt benne ez a tablet cucc, ami pont úgy nézett ki, mint a Switch, meg nyilván a Wii U verzióra is hasonlított, amivel így menni kellett a világban, de egy teljesen responszív, jó volt vele játszani, jó érzés a harcrendszere, az ugrálás, stb. Az, hogy mindenhova fel tudsz mászni, az teljesen világbajnok. Csak mondom, nagyon keveset engedtek vele játszani. És hozzá kell tennem, hogy ott az a beta build, ami len volt, az bizony ugyanúgy lagolt, ami miatt mindenki félt, hogy lagolni fog. Nekünk azt mondták, hogy az ott egy beta build, a megjelenése már nem ez lesz, és már javították. Úgy hallottam, hogy a GameSpot már igen tesztelte, és nekik nem lagolt már a retail verzió, de ott nálunk a beta az ugyanúgy lagolt, mint másnál is ez a beta verzió, amit kivittek ilyen rendezvényekre. Emiatt azért kicsit aggódom, mert nyilván... az egyik legnagyobb húzó címük ne legyen már ilyen probléma, de nagyon nagy elánnal vágtam a füvet a játékban. tehát poén volt, és az Zelda tényleg az a játék, amire most így nem tudok rosszat mondani, mert az a 20 perc, az tömény élvezet volt, és még azzal együtt is, hogy laggolt, és még azzal együtt is, hogy tényleg az izgalmas rész előtt pont le kellett tenni. A világ annyit mutat magából, hogy tényleg érdekel. Tehát ha a Slipper Trips mellé valamit oda tudok tenni, mint a fénypont, az a Zelda volt, teljes mértékben. Úgyhogy emiatt nem kell aggódnotok. Aztán volt még, ugye, 2-3 játék, amiről említést kell tenni. A másik a Super Bomberman, ami még megjelenés napján ugye ott lesz a Zelda és a Slipper Trips meg a One Two Switch mellett, illetve még a third party címek mellett. A Super Bomberman szintén egy olyan játék volt, amit egy-egy Joy-Connal kellett játszani, tehát nem párban, mert nyilván nem is kell több kontrolla egy Bombermanhoz, mint hogy jobbra-balra fellemész és lerakod a bombát, de valamiért nem működik. Valamiért az irányítás nem működik a Bombermanba. Illetve működik, tehát lehet használni, de az az analógos valami, ahogy ott jobbra-balra fellemész, valahogy nem elég gyors, nem elég responszív, nem elég csendintésre megy, nem eléggé érzed magadba, hogy amit csinálsz a kontrolleren, az azonnal megjelenik a képernyőn. És egy olyan játékre, mint a Bomberman, ahol ugye olyanokon múlhat az élet vagy a halál, hogy két robbanás között jól manőverezel, ott azért ez érződik, és nem volt egy jó élmény igazából. Persze megvan a Bomberman feeling, de emiatt az irányítási para miatt nem volt jó az élmény. És sajnálom ezt mondani, mert egyébként én vártam a Bomberman, mert nagyon régen óta Bomberman aztam, és egyébként egy jó játék, de valahogy az irányítás megadja magát. Vagy nem tudom, hogy ott mit csináltak, de nem működik rendesen. Aztán ugye kim volt a rendezvényen, meglepetésszerűen, mert az e-mailben nem volt benne, amit kaptunk, az Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers játék, ami ugye Street Fighter 2 fölhúzott változata, már nem tudom hány év alatt, nem is tudom már milyen régi játék. Norbi ugye nagy Street Fighter-ös, és ő jegyezte meg, hogy tehát ez a játék, ez kész van, nem igazán érte, hogy miért nem launch stream. És ekkor ugye elgondolkoztunk, hogy de egyébként a Mario Kart is kész van, és a Splatoon is úgy néz ki, hogy kész van, és valószínűleg még a Wii U-ról átportolt játékokból is van egy-kettő, ami kész van, és hogy ez miért nem jön most? És arra jutottunk, hogy valószínűleg azért, hogy a Nintendo kitöltse így az évet címekkel, mert nyilván a saját fejlesztési játékaik még valószínűleg év végére talán az újak ide fognak érni, de valószínűleg az átcsúsznak 2018-ra, és az meg szarul mutat, hogy 2017-ben a konzol megjelenési évében nincs elég játék, nincs elég megjelenés, de ezek szerint van, csak hát olyan játékok, amik igazából már most is megjelenhetnének szerintem, mert tényleg nem úgy látszik, hogy ezen még nagyon valamit fejleszteni kell, vagy valami hiányzik belőlük. Úgyhogy ez egy ilyen fura érzés volt.
Én gyanítom, hogy idén még majd az E3-on bejelentik, és mindenki nagyon fog neki örülni, de már ott van talomban ugye a Smash Bros, a Wii U Smash Bros, illetve a Mario Maker. Én nem tudom elképzelni, hogy a Mario Makert nem hozzák ide tovább, teljesen egyértelmű, hogy kell rá, és az elmúlt időben egyébként én nagyon megenyhültem a Mario Makerrel szemben, úgyhogy valószínűleg, hogyha kijön a Mario Maker, és még nincsen Switchem, akkor arra be fogok szerezni egyet, mert kelleni fog, és úgy érzem, hogy ez valószínűleg év vége fele jönni fog. Úgyhogy ezekkel lesz kitöltve az év. És ugye persze, amiről nem beszéltem játék, a Just Dance 2017, ami szintén kín volt, és esetleg felvételek hátoldalában lehet látni, hogy senki nincs ott, talán egyszer-egyszer egy-két ember. Nem véletlenül, azért ez már régebbi címnek számít, és nem is annyira mutatja meg a konzolnak a teljesítményét, nem is annyira egy érdekes third party cím, hogy megjelenik a konzola, mint mondjuk egy FIFA, mint mondjuk egy COD, vagy egy Battlefield, vagy akármilyen nagyobb cím, amit úgy érdemes lenne demózni. Nem játszottunk vele, úgyhogy ez most kimaradt, nincsen vicces montázsa, hogy vonaglunk. Na de, ez volt így nagyjából a Switch event, és mondom, egy pozitív, kicsit, tehát negatívan mentem oda, és ehhez képest valamennyivel pozitívabban jöttem el. Én nagyon-nagyon féltem, hogy ez a Switch, ez egy nagyon félrecsúszott próbálkozás lesz, egy jó alapkoncepcióra, de nem teljesen úgy összerakva, hogy az kéne, nem egészen úgy működik, hogy annak kellene. Nyilván persze lehet mondani, hogy mit tudom, 3-6 óráig üzemidő, amit írtak rá, az kevés, lehetne több, nyilván lehetne több. Szerintem ezzel még el fog lavickálni, nem ezzel lesz a gond. A gondot abban látom, hogy a Nintendo nem eléggé agresszívan áraszta be. És a legegyszerűbb dolog, hogyha megnézitek, hogy a benne ketyegő chipset, ez a Nvidia cucc, ez amikor saját maguknak kiadták az Nvidia Shieldet, ez vagy $100 olcsóbban vesztegették, anno már lassan egy éve vagy másfél. És nyilván ehhez képest a Nintendo Switch nyilván többet tud, és a kontrollerek és a tabletet belerakod a dokkolóba, úgy működik dolgok, ez nyilván kicsit túlmutat azon, amit a Shield tudott, de ettől függetlenül, tehát egy nagyon gyenge hardware van ebbe a rendszerbe, tehát nem tudja fölvenni a versenyt az otthoni konzolokkal igazán, ez egy handheld, igazából telefon, tablet, hát ilyen mobil hardware van benne, ezért sokkal, de sokkal agresszívabban kellett volna árazniuk a Nintendónak, és akkor sokkal nagyobb térnyerést tudtak volna csinálni, és nyilván a játék oldalon visszahozni azt a esetleg veszteséget, amit elszenvedtek volna emiatt. Viszont mondom, nehéz lesz az embereket meggyőzni az első pár hónap után, hogy Switchet vegyenek. Később lehet, hogy jönni fognak a játékok, de ezt egy árazás nagyon könnyen megoldotta volna, mert ha a Switch ilyen 60-70 ezer forint környékén lenne, én azt mondanám mindenkinek, hogy menjetek, vegyetek egyet, mert borzasztóan jó, és szórakoztató, és olyasmi, amit még nem láttál, mert az egyébként az egyik legérdekesebb tech kütyű, amit az elmúlt években vehettél, vagy próbálhattál. Már olyan szinten, hogy simán csak kütyű szinten, tehát hogy leszeded róla a kontrollereket, összecsúsztatod, szétszeded, tévére rakod, tabletként használod, haza elviszed, tehát már ez egy olyan faktor, ami nem egy következő tablet, vagy egy következő telefon, vagy egy következő konzol, amiből már sokat látunk, hanem tényleg ez valami újdonság, csak nyilván ez is olyan, mint a Pisti mondta podcasten, hogy az Apple Watch, hogy nagyon jó, zseniális, senkinek nem ajánlanám. Tehát kicsit sajnos ilyen a Switch is, hogy borzasztó jó, de ennyiért sok. Tehát nagyon nehéz rávenni az embernek magát, hogy csak azért a faktor miatt, mert Nintendo játékok, mert a Zelda mondjuk nagyon jó, mert a Slipper Clips egy olyat tud mutatni, amit talán eddig senki, mert van egy ilyen potenciál benne, és egyébként egy jó party játékokra alkalmas konzol, de azért az ár azért az visszahőköltet. Tehát, hogyha belefér az embernek, akkor nyilván vegyétek, jó poén. Hogyha tényleg egy 20-30 ezer forintnyival, tehát az a $100 agresszívabban árazta volna a Nintendo, és nem tudom egyébként, hogy miért nem tette, mert szerintem megtehette volna, akkor sokkal ütősebb lett volna, és sokkal több emberhez eljut. Viszont földobtam nektek Facebookon, hogy mivel én játszottam vele és használtam, dobjátok már fel, hogy nektek mi az, ami esetleg érdekel, és nekem mondjuk nem jut eszembe, hogy beszéljek róla. Úgyhogy ez megtörtént, és írtatok is egy pár kommentet, amiből akkor én most válaszolgatni fogok. Gyurica Ádámnak a kérdése az volt, hogy megéri-e PS4 Pro helyet venni, hogyha a VR nem érdekel, de sok third party játékkal szeretnék játszani a jövőben, úgy
úgy értem a hardware gyűrűleg milyen szinten van a mostani konzolokhoz képest, grafikában, és lesz-e neki normális játék támogatása, nem úgy, mint a Wii U-nak, és ezeket a többi konzolokhoz képest milyen játék látványbeli kompromisszumokkal lehet majd játszani. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilván a Wii U-nak, tehát a Switch-nek ugye ez a problémája, hogy közel van az árazásra mondjuk egy PlayStation 4 Pro-hoz, és ott azért megmondani, hogy melyiket vedd inkább, azért az egy nehéz dolog. Nyilván hardware ügyileg közelében nincsen neki, mert nem is erre tervezték, tehát ez egy mobil platform, az otthon lerakott konzolhoz képest semmi, tehát fika. Viszont menjünk tovább akkor a third party dolgokra. A third party támogatás egyébként egy érdekes dolog. Nyilván lesz támogatása, hogyha veszik a játékokat a Switch-re az emberek. És igazából a Wii-nek ez volt a problémája a legnagyobb, mert nyilván rengeteget adtak belőle annó, mármint a Wii-ből, nem a Wii U-ból, a Wii-ből rengeteget adtak, viszont az emberek, akik Wii-t vettek, nem vásároltak third party játékot, és ezért nem készült rá third party játék. És nyilván ez ugye tovább öröklődött a Wii U-ba, mert már egy olyan vásárlóközösséghez szólt a Nintendo, akik nem igazán vásároltak third party játékot, erre ugye rájött, hogy a Wii U az gyengébb is volt, meg mit tudom én, milyen parák voltak a fejlesztési környezettel, ami ugye kibukott a fejlesztőknél, hogy nehezíti az ő munkájukat egy viszonylag kicsi játékos bázis kedvéért. Ez a Switchnél annyiban ugye könnyebbség most, hogy az architektúrás, az ARM rendszer, ez egy viszonylag jól dokumentált, és nem ilyen, nem tudom, barlangból szalajtott valami, amit senki se látott, senki se hallott. Tehát erre a fejlesztő környezetek már azért be vannak járatva. Ez nem hiszem egy olyan nagy visszatartó erő lenne. Nyilván a teljesítmény különbség az egy elég nagy visszatartó erő, tehát egy Battlefield 1-et nem tudok semmilyen formában elképzelni rá, tehát a leggyengébb PC-s beállítás mellett sem látom, hogy ezt Switch-re ki tudnák adni. Viszont az összes olyan third party játék, mint mondjuk egy FIFA, mint mondjuk egy, mit tudom én, mi az, ami mostanában. Az a baj, nagyon sok grafikailag ugye megterhelő third party játék van, amit egyébként az emberek keresnek, de még egy kodot is egyébként el tudok képzelni, egy kicsit visszavett grafikával elfutna rajta. Azt kéne, hogy az emberek meg is vegyék ezeket a játékokat a konzolon. Nyilván ennek egyébként egy próbája lesz majd a Skyrim, mert az egy third party játék, nyilván régi, mint a országút, de hogyha az emberek tényleg veszik a Switch-et, veszik rá a third party játékot, akkor elkerülhetetlen, hogy lesz rá támogatás. Azt, hogy ez most hogy fog megtörténni, ezt jó soknál esetleg lehet érdeklődni. A látványbeli a játék látványbeli kompromisszumokat meg, hát ezt mindenkinek el kell fogadnia. Nyilván kisebb képernyőn nem annyira látszanak a nagyon nagy felbontású textúrák, de nem szabad nagyon sokra számítani. Tehát itt nem fogunk crisisozni. De akkor menjünk tovább. Kacsúr Balázs kérdése. Szia Sirin! Én nem nagyon értek a Nintendo gyártmányaihoz, jól megfogalmaztad, de kíváncsi lennék rá, hogy jelenlegi állapotában mennyire jó, mennyire olyan, nem olyan, mint amilyennek mondták. Élvezhető úgy tartalom, mint a használata. Ha valaki konzolt kellene ajánlani, akkor ez kb. Hanyadik lenne a listán. Összegezve tudja biztosítani azt az élmény, amit elvárna tőle az ember, vagy egy újabb kudarchoz van szerencsénk. Szélgő összeraktad. Megint én vagyok itt a döntőbíró. Amit mondtak, hogy működni fog, az úgy működik is. Nem lehet rá szó. Tehát a Joy-Conok, a konzol, tablet váltás, a portable használata, a multiplayer játékok egy Joy-Connal, és stb. Ez mind úgy működik, ahogy beígérték. És szerintem olyan is, amire az emberek számítanak. Tehát az a része az élménynek, az ott van helyben. Na most, hogy hanyadiknak ajánlanám egy listán a Switch-et, hogyha konzolokról beszélünk. Na most, hogy hanyadiknak ajánlanám a Switch-et, hogyha konzolokról beszélünk, nehéz. Az a baj, lehet, hogy csak harmadiknak. Nyomjuk tesz a Microsoft most az ellen, hogy másodiknak, mert nagyon kaszálják az exkluzív játékaikat, talán másodiknak. Hogyha core játékélményt akar az ember, akkor továbbra is az otthoni konzolokhoz kell nyúlnia, és ott most jelenleg a PlayStation 4-et ajánlanám, akár Pro, akár nem.
mert ott lehet ezt megtalálni. A Switchnél ez továbbra is ugye kérdéses, hogy mi lesz. Hogyha érdekes és más exkluzív játékokkal akar játszani az ember, mint amit egyébként megkap bárhol, akkor a Switch továbbra is, és a Nintendo továbbra is egy olyan szintet és minőséget tud szállítani, amivel kevesen tudnak vetekedni. És borzasztóan megkapó játékaik vannak, tehát szerethető, és olyasmi, amiről tényleg beszéltek, és szívesen adjátok tovább. De ez nyilván az annak fejében, hogy nem lesz rajta a Battlefield 1 maxon ultra high beállításokkal. Értitek? Szerintem nincs szó kudarcról, mert a mobil piac borzasztóan boldog lehet, hogy egy ilyen konzolt kaptak. Mármint úgy értem, hogy akik útközben szeretnek játszani. Mert ez lényegesen túlmutat minden eddigi kézi konzolon, minden eddigi telefonpróbálkozáson, tabletpróbálkozáson, Nvidia vagy akárkinek a próbálkozásán ilyen mobil szférában, tehát hogy elviheted otthonról. Úgyhogy abban a szempontból tényleg kuriózum és minden fölött áll, csak nyilván itt is az árazás, ami bejön ellenpéldának. Aztán Tóth Norman kérdése, szia Sirin, egy olyan kérdésem lenne, hogy mennyire lehet jó alternatívája PSP, PS Vita részlenek hosszú táv utakon, kézi konzolon játszani, mindig is hatalmas élmény volt, milyen hosszú akkuidővel bír, érdemes csak emiatt beruházni rá. Hát nyilván a PSP, PS Vita részleget teljesen ki tudja váltani, mert jobb, több energia van benne, sokkal kreatívabb, mert nyilván sokkal több funkciót belepakoltak a mindenféle játék megoldásokkal, meg kontroller megoldásokkal. Nyilván az akkuidőt nem tudtuk itt tesztelni, mert minden rá volt kötve. Ezt majd talán, hogyha megjelenés után sikerül szerezni egyet, akár tesztelésre, akár itthonra, akkor azt meg fogom tudni mondani. Én is abból tudok táplálkozni, amit találok az interneten és olvasok. Ez a 3-tól 6 óra, ez reálisnak tűnik. Most ez, hogy kinek mennyire elég, nyilván ezt kétszer elhasználtuk volna, amíg kijutottunk Prágába a vonatúton, de nyilván rövidebb ilyen utakra használható, és bőven elég. Szóval én azt mondom, hogy kiválthatja. Na de, Koman Zsolt. Lehet majd játékokat játszani rajta Google Play-ről? Mennyire jól válja fel? Ja. De, Koman Zsolt. Lehet majd játékokkal játszani rajta Google Play-ről? Mennyire jól váltja fel a két analog stick a szimulált analogot? Szerinted kicsi a kijelző? Egy nyáron megjelenő játékhoz legalább 7 incses tablet kell. Erre nem tudok mit mondani. Google Play-ről játékokat nem fog tudni támogatni, tehát nem Android rendszer fut rajta semmilyen formában. Valamilyen egyedi Nintendo-s OS van rajta. Hogy mennyire váltja fel a két analog stick a szimulált analogot? A analóg szikekre egy szavam nem lehet. Tehát azok, amik tényleg a kontrolleren jól működnek, elég nagyok, kényelmes használni őket viszonylag, mert nyilván a Pro kontrolleren sokkal jobb, mint a Joy-Conon, de a Joy-Conon se rossz. Egyedül mondom a gombokot, ami probléma, az analógra egy szavam nem lehet. A kijelző pedig szerintem ennél még kisebb is lehetett volna, pont amiatt, hogy portable-ebb legyen, mert nyilván már a PlayStation Vita is nekem egy olyan kora dolog volt, amit ugyannyira zsebre nem lehetett vágni, és nekem ez kérdéseket vett fel, de szerintem egy jó méretet találtak meg ezzel. Úgyhogy szerintem ezzel nem lesz senkinek nagyon problémája, azon kívül mondom, hogy mennyire lehet cipelni. Szia Sirin, Szappanos János kérdései, mert sok van neki. Én unblock szeretném azt kérdezni, hogy tapasztaltál akadást a játékok alatt, például Zelda, igen, a Zelda alatt tapasztaltam, máshol nem. Mennyire használja ki a game a Joy-Conok sok színűségét, tulajdonságait, nem éppen az egy-két switch-re gondolok. Hát ez, erről is beszéltem, a Snipper Clips, Bomberman elég jól kihasználja, Arms elég jól kihasználja, Zeldának nincsen rá szüksége, ott nem vettem észre, hogy ezt kihasználná. Nyilván ez majd még ilyen first party Nintendo címeknél lesz érdekes, mint majd a Mario Odyssey, hogy azok hogy használják ki. Ezek fogják ugye a legjobban ezt kamatoztatni. De egyelőre, hát nem tudom, a 10 játékból mondjuk 3 volt az, ami kihasználta, ami szerintem egyébként nem egy rossz arány, főleg, hogyha azt nézzük, hogy az embereknek egyébként igénye van az ilyen kórabb játékokra is, és emiatt is szeretnék, hogyha a Nintendo fejlődne ebben az irányban. Következő kérdése, megéri az 1-2 Switch az árát?
Hó, hát ez egy jó kérdés. Ha rajtam múlna, én megmondom őszintén, én ingyen adnám a One-Two Switch-et a Nintendo Switch-hez. Mert tényleg egy jó ilyen demo arra, hogy miket tud a rendszer, de egy-egy körön túl hiába van benne sok játék, azért az nem adódik össze olyan sokra, sok óra játékra, sok óra élvezetre, amit mondjuk egy teljes, vagy közel teljes áru játéktól elvárnál. Én, ha áraznom kéne a One-Two Switch-et, én egyébként betolnám ilyen 6 és 8 közé. Mert úgy érzem, hogy az a tartalom, ami benne van, nyilván 3 játékkal tudtam játszani a sokból, de hogyha a többi is ilyen szintű élmény, akkor nagyon többet pofátlanság szerintem elkérni érte. És akkor élvezhető a tablet képi világa. Erről is kicsit beszéltem, teljes mértékben élvezhető. Kontrasztos, jó színjel, jók a színei. Ahol voltunk, ugye nyilván beltérben voltunk, de nagyon sok fénnyel, így is nagyon jó kivehető volt. Nyilván napfényben ez lehet, hogy változik, de én nem aggódom emiatt. Jól bírja az aksi. Ezt, ahogy mondtam, nem tudtuk sajnos kipróbálni ott helyben, és ez nem túl sok kérdés. De ez egy elég sok kérdés volt. Na viszont, Szél Pál Andor. Nekem erről valahogy a Nintendo konferencia videó ugrott be. Egy kicsit drága az a $300 ahhoz, hogy a Zeldázon az ember. Szerinted mennyire lesz piacképes ez a konzol? Erről is egy kicsit ugye már beszéltem. Sokkal-sokkal piacképesebb lenne szerintem egy sokkal agresszívabb árazással, de így is piacképes lesz, tehát emiatt nem aggódom. Ez a hosszú távú fejlődését vetheti valamennyire vissza. Az első időkben biztos, hogy jól fog menni, és nem fognak tudni annyit gyártani, ne vigyék el az emberek, mert tényleg egyébként egy érdekes és innovatív konzol, amit még nem láthattál máshol, emiatt érdemes elővenni. Viszont, mint mondtam, sokkal-sokkal agresszívabban árazhatták volna, és szerintem sokkal nagyobb konzolbázist tudtak volna kialakítani, sokkal több embert tudtak volna boldoggá tenni, mert akkor például több pénzük maradt volna játékokat venni. Mert szerintem, mondom, egy ilyen 30 000 forint, hogyha olcsóban adják, ami kb. Tényleg $100, abban két játék is kijött volna, és mindenki sokkal-sokkal boldogabb lett volna. Sokan kritizálják az árát, és én kérdezem ezzel kapcsolatban, szerinted mennyire korrekt az ára? Ja, erről beszéltünk az előbb is. Mindenki az áráról akar tudni. Levente Sziva Levente kérdezi, Zelda az jó lenne, érdekel nagyon, hát ezt eléggé rövidre foglaltad. A Zelda, mondom, még engem is meg tudod győzni. Engem, aki egyébként az RPG-ket annyira nem szereti. Ez is valami, szerintem. Krisztián Zagyi, szerinted megvan az esélye a sikerre a jelenlegi játék felhozatalával? Hát igen, ez az, ami nagy kérdés. Mert tényleg, hogyha lenne egy erős launch line-upja, egy 30, az tényleg elég durva lenne, de legalább egy ilyen 10-15 must-have játék, akkor azt mondanám, hogy legnagyobb esélyei megvannak. Így viszont, hogy tényleg, amit én látok, a Master játékok az ilyen 2-3, ami nyilván egy pár hónapig kitart, de így első eresztése talán tényleg kevés. A sikerét nem tudom, mennyire fogja befolyásolni, mondom emiatt a tech, meg Nintendo, meg mit tudom én milyen faktorok miatt, de a játék felhozatala az sajnos nem rózsás. Jönnie kéne a többi játéknak, én az összes ilyen Wii U-ról átmentett játékot én kidobtam volna az első két hónapban. Legyen itt a Smash, legyen itt a Super Mario Maker, Splatoon, Mario Kart, minden egymás után, bum-bum-bum, ahogy hogy Trumpot idézzem, és árasztani az embereket játéka, hogy minden héten, második héten már legyen valami, amihez nyúlhatnának, amit megvehetnének. Jó, nyilván ez is üzlet, stratégia, meg politika, hogy milyen sorrendben, hány havonta jönnek ki a játékok, de én azt mondom, hogy sokkal többet ide kellett volna csoportosítani a megjelenés napjára és közelébe. Úgyhogy ennyit szeretnék mondani a Nintendo Switch-ra. Hogyha ki akarjátok egyébként próbálni, akkor a videójátékboltnak lesz a G2 Caféban egy rendezvénye 3-án ugye a launch-nak a napján, ahol azt hiszem 5 kioszk lesz kint, ilyen Switch konzolal, ki tudjátok próbálni, hogy milyen. És lehet majd nyereményeket is nyerni, meg minden. Én is ott leszek, minden bizonnyal, én úgy tudom. És ott majd akkor tudunk találkozni is. Lehet, hogy várható majd tőlem egy ilyen nagy Switch bemutató, hogyha sikerül leegyeztetni, mert egyébként érdekel a konzol így magába, úgyis, hogy tényleg kivinni, használni, kipróbálni, nem csak ez a ilyen kontrollált környezetben
pár órára, amíg el nem megy a vonatunk. Én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor légy szíves, osszátok meg valakivel, akinek szerintetek tetszene és érdekelni. Találkozunk legközelebb is, vagy akár már harmadikán a launch eventen, illetve nem sokára érkezik a következő GDP adás, most már ígérem, összerakom, csak most itt a sok utazgatás miatt nem volt időm összevágni, de Siriusszal lesz az adás, és a rendezvényekről fogunk beszélni, meg kicsit az Open World Survivor játékokról, és hogyha összejön, akkor majd Switch bemutató is lesz a játékaival, meg mindennel együtt. Na, de legyen mára ennyi, sziasztok srácok! Utóirat, remélem élveztétek a képi világát a videónak, mert most én forgattam az egészet, lehet egyébként kevés lett a forgatás, az a 2 óra nyersanyag, mert most ahogy látom már 46 percnél tart a videó, de most nem Terom vagy Alex vagy bármelyik operatőr ismerősöm cimborám forgatott nekem, hanem én magamnak csináltam, úgyhogy ebben is próbálok majd fejlődni srácok, sziasztok! You wanna be tough, better do what you can, so beat it.